Bogi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Ha kávézol, hogyan iszod a kávét? Feketén vagy fehéren? Feketén, de most kapucsinót szeretnék, úgyhogy feketén-fehéren. Oké, köszönjük. Köszönöm. Ha jól láttam az egyik közösségi felületen, akkor portréfotózásra készültél az elmúlt időszakban, és majd mindjárt elmondod, hogy minek kapcsán. Ez viszont ugye egy portrébeszélgetés, és borzasztóan örülök, hogy sikerült a itthon töltendő időszakodból egy kis időt rászánni arra, hogy tudjunk találkozni és beszélgetni, mert azt gondolom, hogy veled kapcsolatban is van miről. Én először azt szeretném megkérdezni, hogy mihez is, miért is készültél portréfotózásra mostanában? Én köszönöm a meghívást, tényleg nagyon örülök neki. Ez egy új kötet, amin dolgoztunk majdnem másfél éve. Egy orrszarvúról szól, úgyhogy ezért is hoztam el egy fekete orrszarvú szobrot, és ennek kapcsán fog majd készülni, vagyis hát készült a portrésorozat, amit én készítettem. Ezért jó ez egyébként ez a szakma, hogy az ember újságíró és fotós is egy kicsit, úgyhogy ráadásul kisgyerekkel nem egyszerű mondjuk beülni egy terembe és ott fotózkodni, úgyhogy a szabad teret választottuk. Igaz, hogy majdnem 2 órámba került, amíg 3 normális képet összehoztunk, de sikerült. Úgyhogy a kötet az pedig egyébként azért érdekes, mert egy magyar orrszarvú kutatónak az életét fogja feldolgozni. Ő Gyöngyi Krisztián egyébként, nem tudom, lehet, hogy te is hallottál róla, hogy ez 2017-ben történt. Hát tragédia, mert most már ezt mondhatom, tehát akkor tele voltak egyébként az újságok, meg az internetes portálok azzal, hogy Krisztiánt felöklelte, úgymond egy védence Ruandában, oda vadítottak vissza, úgymond fekete orrszarvukat a Dél-afrikai Köztársaságból. És az a helyzet, hogy akkor én már a National Geographic Magyarországnak dolgoztam, és engem annyira megérintett ez a halálhír, mint hogyha tényleg saját szerettemet veszítettem volna el. Tehát engem személy szerint bántott, hogy miért kell 3 napon keresztül azzal foglalkozni, hogy ez a kiváló ember egyébként 43 évesen meghalt, viszont arról semmit nem tudtunk, hogy ki ő egyáltalán. Tehát hogy jutott el odáig Magyarországról, Kiskunhalasról, egy tényleg nagyon pici, úgymond pici helyről ahhoz képest, hogy azért egy afrikai országról beszélünk. Tehát, hogy engem nagyon felkavart egyrészt a története, másrészt szerettem volna a feleségével beszélni, aki ott volt vele a tragédiánál. Volt velük egy másfél éves kislány is, Estella, ő a kislányuk. És akkor én úgy gondoltam, hogy majd, amikor a gyászidőszak letelik, akkor felkeresem Orsit. És akkor ugye már akkor én más országba mentem, Afrika után jött India, utána Borneo, Kína, de mindig hű maradtam azért a természetvédelemhez, állatvédelemhez. És akkor jött a Covid. És akkor jött egy olyan ötletem, hogy most már nem tudunk utazni, én is édesanyává váltam, nem lehetett az, hogy egyik repülőről úgymond ugrálok a másikra. Miért ne lehetne olyan magyar kutatókat, természetvédőket, érdekes embereket felkeresni, akinek az életével, nyilván nem azért, hogy meghalt, hanem a munkásságával, még nyilván olyanokat, akik ma is dolgoznak, fiatalok, akár öregek, teljesen mindegy, de egy példát tudjunk mutatni, hogy igen, így is lehet. És akkor felkerestem, például van egy nagyon kedves lány, 30x éves bonobó kutató, soha nem hallottunk róla, vulkánkutató Új-Zélandon vagy Új-Zélandon, úgyhogy rengeteg olyan érdekes magyar ember van, akik Magyarországhoz igencsak kötő, mert magyarok Magyarországon is élnek, viszont a munkájuk külföldre köti őket. És akkor megkerestem a feleségét Krisztiánnak, aki hát 5 év gyász után úgy volt vele, hogy igen, szeretné, hogyha ebből a történetből egy kötet lenne. No, hát akkor a te kötetedből, könyvedből sok mindenre fény fog derülni. De ez már hanyadik könyved, Bogi? Hú, gondolkodtam ezen, 5., úgyhogy nekem is össze kellett számolni, mert magánkiadás, nem magánkiadás, úgyhogy de 5. kötet. Ki gondozza a könyveidet, mert ugye most kimondtad azt, hogy magánkiadás, de gondolom nem így indult. Nem. Az első könyvem az Püski kiadó volt, utána átkerültem a Librihez, onnan pedig a Szkolárhoz, úgyhogy ma a Szkolárnak az írója vagyok, vagy szerzője vagyok. Ez azért magánkiadás, mert a Győri Állatkert támogatta a kötetet, úgyhogy azért gondoltuk azt, hogy akkor ez egy, meg hogy gyorsan készen kellett lenni. Tehát azért azt tudni kell, hogyha az ember kiadóval készít könyvet, azért az nem egyik napról a másikra történik. Tehát ott azért szerkesztő, úgyhogy eltelik majdnem 2 év, viszont minket nagyon szorított a határidő, ugye azért, hogy az 5. évfordulóra mindenképpen ki szerettük volna hozni ezt a könyvet, és akkor ezért maradt így, hogy akkor legyen egy magánkiadás. Na most, ahogy kezdtek megszületni az írásaid, könyveid, ugye azok következményei a te utazásaidnak. Így van. És a te utazásaid is következményei valaminek, amit terveztél, és nem úgy alakult. Tehát egy picit vissza kellene, hogy menjünk az időben, de hát az élet egy Nyíregyházáról indult, és gondolom a mai napig, hogyha igazán otthon szeretnéd érezni magad,
lehet, hogy azt talán itt abszolút, tudod nekem Nyíregyháza mindig az otthon. Én Fehérgyarmaton születtem, de csak születtem, tehát soha nem éltünk ott. Úgyhogy Tőzsgykeres Nyíregyházinak vallom abszolút magamat. Igen, tehát hogy ez egy gyerekkori álom volt. Én mindig azt mondom, hogy valakit az álmok útján a könyvek indítanak el. Egyébként engem is. Én őrült Winnetou és indián könyvek és utazás és stb. Rajongó voltam. Tehát bennem már akkor volt egy, ez most lehet, hogy nevetségesen az egy küldetéstudat, hogy majd én megváltom a világot 10 évesen, persze, mint Winnetou, de úgy gondoltam, a kezdetben egyébként fogorvos szerettem volna lenni, aztán utána a jog az nagyon-nagyon érdekel. Tehát én már 14 éves koromban elhatároztam, hogy mindenképpen a jogi egyetemen szeretnék majd tanulni. Igazság érzeted erős volt abszolút, mindig. Abszolút, mindig azt mondom, hogy túl sok filmet néztem, és túl sok könyvet ezt olvastam szerintem. Igen, abszolút, aha, igen. Tehát nem az, hogy valaki... Nem, nem, senki. Édesapám újságíró, a Kelet-Magyarországnál volt sokáig, most a Szabadföldnél van Balogh Géza, de nem, tehát az újságírás soha nem érdekelt. Írtam egyébként természetesen az iskola újságban, meg voltam a diák önkormányzat elnöke, tehát hogy azért ez a szervező és íráskészség az mindig ott volt, de nem foglalkoztam vele. Ugyanakkor a magyar tanárom már mondta, hogy Bogi, te úgyis újságíró leszel, én megmondtam, hogy én biztos nem leszek az, és elkerültem az ELTE jogi karára. Én akkor még nagyon hittem abban, hogy nemzetközi joggal fogok foglalkozni, terepen leszek, tehát engem mindig az éltetett, hogy ne az irodában dolgozzak, ne az legyen, hogy valaki megmondja nekem, hogy mit csináljak, ne az legyen, hogy 9-től 6-ig dolgozom, plusz még utána otthon 4 órát, amennyit kell mondjuk egy üggyel foglalkozni, hanem kint a terepen emberekkel, ugye, húsvér emberek között. Akkor engem kezdetben nagyon érdekelt a menekültjog, nők helyzete, gyerekek, gyerekvédelem, akkor már kezdődött az állatvédelem, de ugye majdnem 20 évvel ezelőtt volt, tehát 2000-ben érettségiztem, 2001-től kezdtem el az egyetemet. Akkor az állat és környezetvédelem még nem volt annyira úgymond felkapott téma, mint ma. Viszont én olyan tanárokkal találkoztam, olyan impulzusokat kaptam, ami egyértelműen elindított ezen az úton. Viszont államvizsga előtt engem kirúgtak az egyetemről. Tehát ott volt egy hatalmas törés, amit én nem törésnek éltem meg akkor, hanem ugye az igazságérzet előjött, hogy velem ez hogy történhet meg, és hogy itt vagyok 26 évesen, és hogy ez nem igazságos. Azt tudni kell, hogy volt egy pénzügyi jogi vizsga, amin sorozatosan megbuktam. Soha nem voltam jó matekből, ez a göngyölített adóegyenleg, és a nem tudom én milyen szakszavak, ez annyira belégett az agyamba, ez megvan, de úgy éppen, hogy át tudtam volna bukdácsolni, de nem, tehát nem volt affinitásom hozzá, nem is szerettem egyáltalán, nem érdekelt. És akkor elmentem Böjte Csaba atyához 3 hétre önkéntesnek, mert volt egy fél év, amit ki kellett hagyni az egyetemről, vagy az egyetemen. És akkor úgy gondoltam, hogy ideje kipróbálni magam úgymond terepen, és én nagyon-nagyon élveztem, tehát ott 6 kislányra kellett vigyázni. Nagyon érdekes volt, akkor született az első regényem, a Belén fagyott tenger, ami a Püski kiadónál jelent meg, akkor voltam 26 éves, amikor ezt a könyvet írtam. De honnan jött az önkéntesség gondolata? Láttad? Vagy mindig az is szerettem volna segíteni, igen. Tehát, hogy bennem azért bennem volt az, hogy valamiért élni, tehát, hogy legyen egy valami pozitív hozama annak, hogy te itt vagy a világon. És azt gondolom, hogy ez az, amit meg kell találni, és ez a legfontosabb az életünkben, hogy mi az a vágy, ami hajt minket. És engem mindig ez hajtott, hogy tényleg, amit mondtam, ugye, hogy nevetségesen 10 évesen tegyük jobbá a világot, de az nyilván nem történik egyik pillanatról a másikra. Tehát én, és lelkesedni mindig? Abszolút, igen. Abszolút, de ugye az évek folyamán, amikor az ember elkezd utazni, emberekkel foglalkozik, én nagyon sokat foglalkoztam törzsekkel, amikor már elkezdtem utazni. Tehát én képes voltam arra, hogy 16 órán keresztül Afrikába, délről északra buszozzak a csirkékkel, a batyukkal, a nem tudom én mikkel, az ölembeféldisznóval, mert volt egy marhatörzsi vásár, amit én meg akartam nézni. Tehát, hogy azért és voltak... ez már újságírói érdeklődés, az már igen. Vagy még az emberi is az már volt. Igen. Tehát mind a kettő. És ugye ez a szép az újságírásban, hogy én azt gondolom, hogy ez elválaszthatatlan. Tehát ugye embereknek a történeteit fogod megmutatni olyanoknak, akik fogékonyak rá. És ugye mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan ezt kérdezik, hogy de miért külföld, miért nem Magyarország? És akkor mindig azt mondom, hogy Magyarországon rengeteg tehetséges újságíró van, és engem külföldre sodort az élet, vagy az én választásom, inkább ezt mondom, nem szeretem ezt, hogy hová sodor, mert szerintem az ember felelős azért, amit tesz a lehetőségeivel, ha él, akkor azért, ha nem, akkor nem. Ez nagyon nem tőlem származik ez a mondás, de mindig döntünk, hogyha azt választjuk, hogy nem döntünk, az is egy döntés, hogy nem döntöm el, hanem rábízom magam a sorsra, vagy rábízom magam a szomszédra, vagy az édesanyámra, aki eldönti, hogy nekem mi a jó. És soha nem gondoltam, hogy ez az én életemnek a célja, vagy a mozgatórugója lenne, tehát én mindig mentem a saját fejem után, és így kerültem Angliába az egyetem után. Nővérem, ő már kint volt, az akkori párjával, és akkor úgy gondoltam, hogy egyrészt, hogyha én külföldön szeretnék dolgozni, ideje lenne megtanulni angolul. Tehát az a középiskolai 4 év konyha nyelvszintű angol tudás, az nem lesz elég arra, hogy én terepen dolgozzak bármilyen formában. Tehát akkor már ugye a jogot én kizártam.
Ahogy mondtam ugye, hogy 26 éves voltam, én nem szerettem volna még a Pázmányon plusz 2 évet eltölteni, vagy a Szegedi Egyetemen plusz 3-at, mert ugye a különböző tantárgyak miatt fel kellett volna venni más tantárgyakat, és úgy fejezni be az egyetemet. Utána következik a szakvizsga, ugye az megint 3-4 év, tehát hogy ott vagyok 30 évesen, és igazából még semmit nem csináltam az életemmel, csak tanultam. Valami olyat, ami addigra már nem érdekelt. És akkor jött Anglia. Az nagyon érdekes szakasza volt az életemnek, elkezdtem a húsgyárban dolgozni lengyelekkel, tehát az egy nagyon-nagyon mély önismereti szakasz volt, az biztos, tehát hogy ott megtanultam, hogy igenis az ember a saját lábán kell, hogy álljon, az, hogy nem számíthat másra. Nyilván a szüleim itthon voltak, nem repestek a boldogságtól, hogy én a húsgyárban mínusz 40 fokban szeletelem a csirkecombokat, tehát szerették volna, hogyha hazajövök és befejezem az egyetemet, de én akkor ezt kudarcként éltem volna meg, hogy nem azt csinálom, amit szeretnék. De nyilván nem azt szerettem volna, hogy ott legyek, de hogy láttam magam előtt azt, hogy mi lesz majd az út. És akkor én automatikusan elkezdtem olvasni, tehát akkor már angolul, gyermekkatonákról, menekültekről, állatvédelem, ugye akkor már jött a Jane Goodall, meg Diane Fossey vonala, tehát az állatvédelem az nagyon elkezdett érdekelni. A húsgyárban 2 hétig dolgoztam, és utána munkát kerestem. Akkor mindenféle dolgot elvállaltam, ugye, hogy ott tudjak maradni, és találtam egy hirdetést, egy olasz pizzéria és étterem keresett kisegítőt, konyhai kisegítőt. És akkor én tákoltam mindenféle önéletrajzokat magamnak, hogy én Sóston milyen étteremben, és mit tudom én, miket csináltam, pizzát és kenyeret nagyon jól tudok, fogalmam nem volt, hogy kell, de beleírtam az önéletrajzomba, és behívott a főnököm. És akkor leült velem szemben, Nikónak hívták, tipikus olasz volt, úgyhogy kérdezte, hogy akkor meséljek, hogy mi. És mondtam neki kerekperec, hogy figyelj, Nikó, életemben nem csináltam még se pizzát, se semmit. Meg tudok főzni egy spagettit, de nekem kell ez a munka, 2 hónapja nem dolgozom, nem akarok hazamenni. És akkor mondta, hogy jó, Bogi, akkor itt van az étlap, holnapra légy szíves, tanuld meg az előételeket, és akkor várlak szombaton este 5 órára, és be vagy dobva a mélyvízbe. És akkor én hazamentem, bebifláztam angolul, meg olaszul ugye az előételeket, megnéztem az internetet, akkor ugye éjszakát azzal töltöttem, hogy az interneten megnéztem, hogy hogyan készül, amit, akármicsoda, mit tudom, kaprézes saláta például. És akkor másnap megjelentem, ingyen, ugye ez volt az első próbanap, és akkor az jól sikerült. És látták azt, hogy érészt apra esett vagyok, nem félek a munkától, ha valamit nem tudtam, akkor kérdeztem, tehát nem voltam sose az, hogy eljátszom, hogy tudom, amikor nem tudom, mert az senkinek nem jó. És akkor csak felvettek. Leírod, végül is újságírónak készültél. Igen. És akkor utána az volt az érdekes egyébként, hogy főséfé váltam ebben az étteremben. Az igen. Igen. De ez nem azért történt, mert én annyira tehetséges vagyok egyébként a főzésben, hanem tehát itt is a kőkemény az, hogy összefogni a társaságot. Az, hogy a férfiakat én irányítom, az, hogy ugye jönnek majd a különböző rendelések, én akkor azt átlátom, mikor kell leküldeni a főételt, mikor jön majd a desszert, akkor kiabálni, hogy kész van-e már az 5-ös az a pizzája. Tehát, hogy én ezt nagyon élveztem, ez egy iszonyatosan felfokozott idegállapot volt, ami nagyon-nagyon sokat kivett az emberből. Mind érzelmileg, mind fizikailag, koncentráció, tehát nekem... Gyorsan kellett reagálni. Abszolút, abszolút, igen. Tehát ez tényleg olyan, mint egy csata mező, amikor egyszerre, tényleg aki mondjuk lát, vagy nézi ezeket a főző műsorokat, az tényleg ugyanilyen. Tehát az, amikor a 8-as asztalnál valaki gluténmentes tésztát kér, de azt se tudom, hogy hol van a gluténmentes tészta, akkor szólok a szerencsétlen, nem tudom én, pizzakészítő fiúnak, akinek éppen van ideje, hogy szaladjon el és keressen egyet nekem a nem tudom én hol, ahol éppen tároltuk. Tehát, hogy ezek... Nagyon érdekes egyébként kívülről látni, úgy, mint vendég, hogy tudom most már azt, hogy nem fogok elkezdeni nyávogni, hogy az a citrom két karikát szeretnék bele, nem egyet, mert tudom azt, hogy mi megy a konyhában hátul. És hogy mekkora erőfeszítés az, hogy a vendégeket tényleg kiszolgálja az ember. Viszont engem pont ez az olasz millió úgymond megvédett attól, hogy hát ugye ilyen lenézett kelet-európai legyek az angolok között, tehát ezt muszáj kimondani, mert akárki akármit mond, azért ez ilyen. Még akkor is, hogyha mondjuk jogászként kerülsz oda, tehát mindig lesz az angolokban, én mindig ezt éreztem egyfajta picit lenéző stílus, de szerencsére engem ez nem érintett pont ezért, mert volt egy ilyen nagyon zárt világunk az olaszokkal. Viszont a téli hónapok nagyon keményen teltek, nagyon nehezen, mert nem volt munka, tehát akkor nagyon kevesen jöttek, és akkor én megegyeztem a főnökömmel, hogy én nem kérek több pénzt, mert tudom, hogy te nem akarok a szolgája lenni, tudom, hogy miről szól, ez felhív este a szabad napomon, hogy Bogi, gyere már be, mert most 30-an lefoglaltak egy asztalt, és mondtam neki, hogy nem, tehát én ezt nem akarom, ne adjál több pénzt, mert nem akarok a szolgád lenni, viszont azt akarom, hogy a téli hónapokban, nem tudom, befejezzük január 1-én ugye az egyik legforgalmasabb napja az évnek, mondjuk május 1-jét, amikor még nem kezdődik a szezon, hagyj menjek el. Nem kérek fizetés nélküli szabadságot, de ne számíts arra, hogy itt vagyok, és akkor kezdődtek el ezek az úgymond hosszú utazások.
És miután mindig a fejlődő országokat választottam, ezért az anyagi háttér is nagyon könnyen megteremtődött hozzá, mert egy havi úgymond zseppénzemből, vagy eltett fizetésemből én fél évig el voltam Ázsiában. És hogy alakult ki a fejedben az első úti cél? Afrika volt az első úti cél. Én akkor már nagyon szeret. Akkor még mindig az önkéntes vonalon mozogtam, akkor Kenya volt az első, Kenya, Uganda, Ruanda. Akkor ott két hónapig voltam egy árvaházban. Ami egy picit csalódás volt. Tehát én akkor megértettem, hogy ez az önkéntesség ez nem biztos, hogy arról szól, hogy te mennyit segítesz, hanem arról, hogy mennyi pénzt teszel le az asztalra, mondjuk a önkéntes munkát szervező cégeknek. És akkor én jó újságíró aggyal elkezdtem ezen a vonalon úgymond nyomulni. Tehát akkor már én azért mentem csak kimondottan mondjuk Kambodzsába, hogy ezeket a kamuárvaházakat úgymond hátulról, a függöny mögül megkerülve megismerjem. És akkor például ez egy tökéletes példa erre, hogy hogyan próbálják meg az európai jobb pénztárcával vagy vastagabb pénztárcával rendelkezőeket arra csábítani, hogy jöjjenek oda, akkor elviszi, nem tudom én, mondjuk a áruháznak az igazgatója az ilyen jóhiszeműeket, hogy ezt a telket szeretném megvenni, és hogy ide egy áruházat szeretnék felhúzni, és hogy milyen jó lenne, hogyha valaki nekem mondjuk egy GoFunding, vagy egy Facebook oldalon valamit csinálna, pár millió forint értékű összeget összegyűjtene, és akkor hú, hogy én hány gyereket meg tudnék menteni, és rengeteg ember van, aki ezt úgymond beveszi. Tehát, hogy én azért már láttam ennek a dörzsölt oldalát. Tehát, hogy ez a jó egyébként az újságírásban, hogy amint elkezd érdekelni egy téma, akkor körbejárod. És akkor innentől kezdve nagyon szerettem kibontani a nehéz témákat. Tehát, de ők ezt gondolom annyira nem szerették. Persze, hogy nem, de ők nem tudták, hogy én újságíró vagyok. Tehát, hogy ugye úgy megy oda az ember, hogy lelkesen, hogy igen, én már voltam Afrikában, és hogy tudom, hogy ez miről szól, hogy ez milyen borzasztó, és akkor utána az ember beszélget ez ugye Kambodzsában történik, Siem Reapben voltunk éppen, és akkor a szállásadómmal elbeszélgettünk erről, és akkor tudja jól is mondja, hogy igen, erre nagyon kell vigyázni, gyerekek, már a rendőrség rajtuk van, tehát, hogy azért az ember elkezd egy picit kutakodni, megkapargatja a felszínt, én mindig azt mondom, és akkor rengeteg minden érdekességet talál. Vagy ugye volt egy nagyon érdekes téma a National Geographic Magyarországnál, a kutyahús fogyasztás. És ugye itt is igazából mi, mint európaiak, ezt képtelenek vagyunk megérteni, viszont a kínai meg ezzel vitatkozik, hogy akkor te miért eszel marhát? Miért eszed meg a lovat? Miért van lókolbász? Tehát, hogy ugye ezek megint olyan dilemmák, amit nem lehet azt mondani, ugye fekete vagy fehér, nincs ilyen. De és nem csak egy igazság létezik, és szerintem az utazás ez az, amire nagyon jó, hogy egyszerűen megérti azt az ember, hogy kénytelen vagy elfogadni azokat az igazságokat is, vagy azokat a véleményeket is, amik a tiéddel homlok egyenest ellenkeznek. Hogy jött a kapcsolat a National Geographic Magyarországgal, vagy hát magával a National Geographic-kal? Addigra én már elég sok helyen jártam, tehát legalább 4-5 ország volt mögöttem, és volt egy elég hát jó témaválasztásom, illetve fotós is. Hova tetted ezeket az anyagokat? Egy mappába gyűjtöttem magamnak. Tehát mint egy naplószerűen megírtam ezeket, és akkor utána... Úgy gondoltam, hogy tehát itt lenne az ideje arra, hogy egy úgymond felkapott, vagy egy híres magazinban megjelenjenek. Nem az én ötletem volt egyébként, hanem a páromé, mert én jó magyar szokás szerint csak nyávogtam, hogy majd minek küldeném el, amikor úgyis ez ilyen belterjes, hogy oda senki nem tud bekerülni, és akkor utána párom mondta, hogy szívem, elküldted már, mert én ezt már fáradt vagyok hallgatni. Tehát, hogy légy szíves, akkor csinálj valamit, ne csak az legyen, hogy ülsz, és akkor itatod az egereket, hogy hát egyet seggé nem fog felfedezni, mondjuk ilyen nem volt, de tehát, hogy azért szerintem nagyon sok például ezt tart vissza, mondjuk a sikertől, vagy bármi ilyen lépéstől, ugye, hogy engem úgyse fognak választani, most miért én lennék, az belterjes, majd a barátját, stb. És akkor... Csak a te esetedben azért merek beleszólni, mert szeretném mondani, hogy ráadásul itt nem azt gondolom, hogy téged talán a siker íze hajtott, hanem hogy amiket feldolgoztál, hogy azt azért dolgoztad fel, hogy ne csak te tudjál róla. Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényeg az újságírásnak, hogy nem saját magadat szórakoztatod, hanem jó lenne ezt kitárni a nagyvilág elé, hogy nem a Facebookra felteszed, hogy éppen merre jártál és mit csináltál, hanem jó lenne, hogyha olyan emberek olvasnak, akiket ez a téma érdekel. Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy a csatornát megtalálja az ember, ami hozzáillik. És akkor én megkerestem 4 nagy magazint az interjúimmal, a fotókkal, és elküldtem nekik. És akkor ebből 4 visszaválaszolt, ez volt az egyik a National Geographic Magyarország. És akkor ez 2015-ben volt, úgyhogy azóta együtt dolgozunk. És akkor az 7 év, hogyha igen, 7 jól év. Számolom, 7 ez 7 egy év. Ilyen remek etap. Igen. Mi jellemzi a mostani időszakot az életedben? Tehát hol jártál legutóbb, tudod-e most már legutóbb hova mész? Tájföldön jártunk, ez volt az első úgymond nagyobb út, amikor elindultunk Covid után. Én megmondom őszintén, én komolyan vettem ezt a Covidot, főleg, hogy született egy kisfiunk március
4-én 2020-ban, tehát hogy az ember azért úgy végig gondolja, hogy ezt az életvitelt hogyan fogja folytatni, főleg egy vírusos időszak alatt. És amikor zöld lámpát kaptunk, hogy lehet utazni, akkor azt gondoltuk, hogy Thaiföld az, ami egyrészt a National Geographic Magyarországot is érdekelni, témaügyileg, fotóügyileg, és pedig nagyon egyszerű gyerekkel utazni. Tehát én jártam már Thaiföldön, teljesen más szemmel néztem, mint ahogy most mentünk el. Nagyon jól sikerült. Tehát hogy nagyon érdekes volt az, hogy egy kis gyereket is mennyire érdekel minden. Tehát ő már akkor 2 éves volt, 2 éves elmúlt. Az utazást is nagyon jól bírta, úgyhogy csak pozitív élményekkel tértünk vissza. De persze a gyerek az gyerek, tehát amikor mondjuk nekem interjú volt, akkor mindig meg kellett beszélnem az interjú alanyjal, hogy gyerekek, ez egy családi utazás, most ez van. Nagyon érdekes volt, például elmentünk Észak-Thaiföldre, olyan világ egyik leghíresebb elefánt, hát szelidítője, nem azt mondanám szelidítője, inkább mentője, Leknek hívják, elefánt suttogó, és arra tette fel az életét egyébként, hogy a munkában megfáradt, vagy hát szinte félhalott elefántokat ő thaiföldi turizmusából kivásárolja, és egy hatalmas területen hát megtartja őket és neveli. Tehát van nála például 100 éves elefánt, aki koldulásból menekült meg, szemét kilőtték, de tehát borzasztó egyébként történetek vannak a munkás elefántokkal kapcsolatosan is, és én mondtam neki, hogy a kisfiammal és a párommal fogunk menni. Semmi baj, majd a lányok itt vigyáznak rá, és akkor mi volt? Az én drága egyetlen kisfiam nem az elefántokért volt oda, hanem anya, mama, markoló. Tehát, hogy, és akkor ugye mindenki ezen nevetett, amikor egy tényleg komoly interjún beszélgetünk ilyenekről, de azt gondolom, hogy ezt össze lehet egyeztetni, de természetesen kell hozzá segítség, illetve a másik félnek a megértése, akivel az interjú készül. A beszélgetés legelején én azzal kezdtem, hogy örülök, hogy itt vagy itthon, vagy Nyíregyházán, és hogy tudtunk találkozni, mert hogyha te éppen nem Thaiföldön vagy Afrikában vagy, akkor sem itt vagy Nyíregyházán. Portugália az, amit választottunk végül letelepedés szempontjából, de miután megszületett a kisfiunk, most már itthon is vagyunk sokat. Úgyhogy azt mondom, hogy szinte 4-5 hónap itt, 3 hónap Portugáliában. Nyilván ez fog változni, ugye, hogy újra elkezdhetünk utazni, úgyhogy meglátjuk. Tehát amíg nem iskola köteles a gyermek, addig én azt gondolom, hogy szabadon tudunk mozogni a világban. És befejezed az egyetemet? Nem. Ezt kérdezték tőlem? Nem. Mindig azon gondolkodom, hogy ha most ezt tudtam volna, hogy mondjuk idáig el lehet jutni egyetem nélkül, akkor én ezt nem erőltettem volna. Abszolút nem. A másik érdekes, ami eszembe jutott, egy picit belehelyeztem magam gondolatilag a te életedbe, és arra jöttem rá, hogy én irigy lennék magamra, hogyha egy ilyen életet élnék, hogy nem tudom, hogy ezt így gyerekként nyilván nem lehetett volna elképzelni, hiszen folyamatosan nyílik a világ, amennyire engedjük, ahogy egyre tapasztaltabbá válik az ember. Például neked milyen hazajönni ide? Tehát másképp látod-e akár ezt a sóstói részt, vagy akár Nyíregyházát most ennyi idősen, mint amikor innen elrepültél? Én szerencsére nem látom a változást, tehát hogy ha látom, akkor a pozitív változást látom. Meg én nagyon lokal patrióta vagyok, ha mondhatom ezt, tehát én nagyon szeretek itthon lenni, engem tényleg nagyon feltölt az, hogy a szüleimmel vagy a barátaimmal vagyok. Tehát nem, szerencsére nincs egy ilyen éles váltás, hogy amikor hazajövök, akkor az mennyire más, mint amikor elmegyek. Én mindig azt mondom, hogy nekem soha nincsen kultúrsokkom, például külföldön sem. Tehát az ember felkészül arra, hogy mi fogja várni, tudja azt, hogy 4 hónapig nem lesz meleg víz, hogy mit tudom én, nem lesz ivóvíz, amit állandóan vásárolni kell, az, hogy tehát a kényelmi dolgokat abszolút elengedi, de ezt másképpen nem is lehet csinálni. Úgyhogy ugye nagyon sokan szokták mondani, hogy jaj, Bogi, neked milyen jó, és akkor én mindig azt mondom, hogy gyerekek, próbáljatok meg 2 hetet mondjuk úgy utazni, vagy úgy élni, ahogy én utazom, vagy én élem azokat a időszakokat, amikor mondjuk egy tényleg afrikai törzsnél vagyunk, és ott töltjük az éjszakát. Ezt lehet addig csinálni, míg Balog Bogi idősasszony lesz? Én azt gondolom, hogy igen, abszolút. Igen, ez olyan, mint a bungee jumping, amikor megkérdezik a 80 éves nénit, hogy akkor még jövőre is le fog ugrani? Abszolút. Hogyha ez élteti, meg ez a vágya, akkor miért ne? Igen. És ezekre az utazásokra megy a párod is? Abszolút, tehát mindent együtt csinálunk az utóbbi 10 évben. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ugye a mondás az, hogy minden erős férfi mögött egy nő áll, akkor én azt mondom, hogy minden nő mögött egy férfi áll, tehát ezt a család nélkül
azt gondolom, hogy egyrészt nagyon magányos lenni, soha nem voltam ez a magányos tigris fajta, hogy egyedül megnézem a naplementét. Én szeretem megosztani a szép dolgokat, és valahol itt van az újságírónak a vágya is, hogyha ha nem lenne, akkor megosztanám, de mondjuk így is megpróbálom megosztani azokat, amiken én átmegyek, nem csak az én okulásomra, hanem hogy lássa mindenki, hogy milyen a világ, hol élünk, mennyire szerencsések vagyunk mi egyébként. Nekem ez az egésznek a tanulsága, ugye ezeket az országokat járva, hogy azért Magyarországon a legszerencsétlenebb körülmények között élő ember is sokkal szerencsésebb, mint mondjuk az ázsiaiak 80 vagy 90%-a. Te a realitások talaján mozogsz, és tájékoztatsz bennünket, aki érdeklődik az általad választott témánk iránt, de hogy nem írsz-e olyanokat, amiket nem tapasztaltál meg? Én azt gondolom, hogy senki nem ír olyat, amit nem tapasztalt meg, kivéve Jules Verne-t. Mindig azt mondom, bár ilyen agyam lenne, hogy így el tudom képzelni a világot, de én szeretném azt gondolni, hogy én a Hemingway-hez típusú, vagy Hemingway-féle író vagyok, akinek át kell élnie, mert csak akkor tudja visszaadni. De nagyon jó lenne, hogyha az embernek olyan elképzelése, vagy olyan képzeletvilága lenne, még azok után is, hogy ennyi könyvet elolvasott, nekem nincs. Tehát nekem vagy beszélni kell azzal az emberrel, ugye, mint például Krisztián életével, nem éltem át, de azokon a helyeken ott voltam, értem, amin átmegy, és szerintem így lehet hitelesen visszaadni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk találkozni, és én nagyon jó utat kívánok neked, de hova is? Hát majd most vissza Portugáliába, utána meg a Dél-Afrikai Köztársaság majd januárban. Jó munkát neked. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.